Lascia ban! Vedi, hai visto? Lascia ban! Mitta mette sa son! Oi, fog meg! Na. Mit nem ért? Úgy, úgy. Jó, bementünk az alsó kanyarba. Igen, hát a egyenes végén, vagy nem tudom már, hol vagyunk. Jó. Tour de Paris. Készülünk, idegeskedünk. Pont a Dankát visszahívtam, de tényleg nem hallják néha, hogy kiabálok is lovomban, és akkor ott más ilyen izék vannak, hangok. Hát azt mondom, hogy lassabban, az, nehogy már azt hallja, gyorsabban. Csak a végét hallják. Ban. Lassabban, gyorsabban. Nem mindegy a kettő. Na jó van, Tour de Paris jön, a Dankát gyorsan mindjárt visszahívom. Mert jön dinamit még, és ott van macikánk. Jaj, Istenem, mindjárt pörök az agyam, hogy ki merre van még, ha sokan nem vagyunk már. Na jó, lerakom, mert pörög, gondolkodom. Jó van, még a cilukáik nem értek ide, tehát az annyit jelent, hogy akkor kényelmesen jön, de nem is kell mást. Jó, hát valamikor majd előbukkan. Ugye? Jó, megjelent. Akkor egyenlőre rendben van. Értette a melót. Komplikált meló volt egy kicsit. Vagy lehet, hogy én nem mondtam el jó, de végül is oké. Jó, ez az. Semmivel se többet. Tökéletes a tempó. Nem is fog szólni neki. Kilométerben nem lesz hiány. Na, átcserélt, ugye, ha jól látom, a belsőre megyünk. Jó vagyunk. Igen, belsőre megyünk. Igen, mert néha úgy látom, hogy átcserél, nem cserél, de legtöbbször igen. Tehát elindul mondjuk a külsőre, de aztán befejezi a belsővel. Itt mondtam valamelyik nap a videómban is, hogy az ember azért figyelgeti ezeket a dolgokat. Jó, tökéletes. Elmegyek pogácsát venni a csapatnak. Ja, most fölhívom Dankát gyorsan, az elmegy, dombozik egy kicsit. Aztán neki van még manszva, van altály, van dinamit, és Ró Krisztin, szerintem az áron van.